Mit szól hozzá? Hol a másik nagymama? Hol az a másik nagymama? Na végre, egyed meg rá. Hadd nézzem a köcsönéjét. Ez itt micsoda? Éppen most kancsított én. Hát, csak hátra, mindig csak hátra. Hát jó, vegyek már, hát jó idő. Csókolom, Isten. Nem dumál még semmit sem a drága? Hát még csak racsinál. Most éppen nem. Most éppen nem. Az apja hol van? Kár, vagy bőszer. Mi rász? Ássuk. Mi? Ássukattunk. Ez most milyen helyiség lesz itt, vagy mi a felé? Ez lesz a konyha. Úgy néz ki. Micsoda? Ez lesz a konyha. Csak zuhanyozó lesz, úgyhogy elég. Alul lesz zuhanyozó? Igen, fölül lesz a fürdőszoba. Hát akkor meg WC-vel, egy úgy, izével, az azt mondja, hogy... Hogy egy mosdókádban meg egy zuhanyozó. Akkor az elég. Elég, az akkor elég. Bőven. Nem emlékeztem. Nézd csak a papát. A sírjál, édes sírjál. Papa jön egy betemésőt, az angyalán, és küldjük a Malte.
Szezám, tárulj! Ott a konyhó. Ott a konyhó. Hát ezt láttátok így, nem? Hát azt a falat még nem láttam. És ezeket itt? Ezeket sem. Ezek az egyik fürdőszoba? Fürdőszoba. Na, az lesz az ablakod? Tálló. Tálló ablak. Hát ha igaz, az lesz, igen. Nézd! Felmek is. Ne, Endre! Nem megáll az eszem. Fogom, te buta! Drága kis kölyke! Eladó egy 100 négyzetméteres, háromszobás családi ház, 200 négyzetméteres telekkel, vagy elcserélném háromszobás plusz étkezős lakásra, megegyezés szerint. Érdeklődni 17 órától, Debrecen, Lenztelep, Ringló utca, 7-es. Fogd meg, Derika! Fogd meg a kis kezét! Menjél papához! Menjél papához! Olvastam a hirdetést, és szerintem a szép lakásról el akartok várni. Ilyennek az oka? Hát a pénz. A pénz! Mi az, hogy a pénz? Az, hogy nincs pénzünk. Sose. Miért nincs pénzetek? Hát, élni egy kicsit. Élni. De mi kerül sokba? Most én téged nézek, nem a... Inkább a törlesztés kerül sokba. A törlesztés kerül sokba. Mennyi az? A fizetésünk 3/4 részét viszi el. Mennyi az körülbelül? 5000 forint körül. 4500. Ha mindent összerázom. Tehát a... Maga, amit a vissza kell fizetni az OTP-nek. Tehát ebben nincs benne az összes rezsi? Nincs, nincs. Plusz még a rezsi? Hát igen. És ezért? Két havonta 2500 forint a villanyszámla. Igen. Meg még a szén, hát... Most egy éves de... Milyen állapot vagyok? Neked nem keresnek? Igen. Nem, igen. Hát úgy keresni mindig kettem. Hát ügyesen. Ügyesen vagyok, 1400 forint havonta, meg amit össze tudok fusizni egy kis himi-humival. Én családi pótlékkal együtt kapok 6500 forintot. Még az a ritka, amikor 6500. Mint autószerelő. Tehát szakmunkás, igen. Igen, neked pedig. Bőrdiszmévés. Mások nincs arra, hogy... Nincs, mert... Én imádok itt lakni, nagyon szeretem ezt a házat. Lehet, hogy nem is fogunk innen elmenni, hát ha nyerünk a lottón vagy a totón. Csak akkor? De... Hát nem tudom. Nagyon attól függ, hogy nagyon jó ajánlatot kapjuk, hogy elmenjünk innen. Én érzem, mire nagyon kötődik ide. Én szeretek itt lakni. Könnyen sikerül felépíteni ezt a családi házat? Könnyen. Hát viszonylag. Hát édesapám nem tetszik egy kasszása keresztül. Inkább. Azért is könnyebb megválni esetleg tőlem, mert mi nem ástuk az árkot, meg nem húztuk hát a falat. Hát én éppen terhes voltam, tényleg katona. Alapigény sem. Sokfélet nem csináltunk benne. Csak fizetjük a pénzt. Az alapigény azt én csináltam. Így van. Az körülbelül a város központjától mennyire lehet? 4 kilométer, pontosan. Négy kilométer. És ez a zaj, ez nem zavar benneteket? Nem, ez így... Nagyon. Hát, dehogy is, engem idegesít, mikor ilyen erősen hallatszik, de nem hány isnek titkám van. Mert ennyire erősen hallatszik. Hát akkor mi a remény? Van attól, hogy nem tetszik? Nem tudom. Még nem tudjuk. Még nagyon az elején vagyunk. Egyszer hirdettünk. Ami ajánlatot kaptunk, az egyik sem volt semmi kecsegtető.
bábnak, hát örömöm híres titkokat, mert tízszer ennyi kell, tízszázszor ennyi kell, hát ragad meg a bőrből, vagy kipottatod, kezed járjon be a zár, vezünk rá az angyalát, és mi tűnjük